Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás november 9-én. Mint ahogy itt a képen látjátok, változott valami. Elromlott a kamerám, így nem tudok filmet készíteni, nem is tudom mutatni most a képeket, így a kezemet nem látjátok. A fényképezőgépemmel lefényképeztem ezt a jóslást, és most így fogom nektek mondani, hogy mit jelentenek a képek. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre megadja a választ ez a felső kép, ahol láthatunk egy hölgyet egy kerékkel, és ez a kerék szimbolizálja a sors kerekét. És itt változik valami nála. Ő hoz fontos döntéseket. Ő elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba kell, hogy valamit változtasson az életén. A kártyáknak vannak szimbolikus jelentései, és itt láthatunk egy hölgyet, viszont itt róla van szó. Mint ahogy ennél a hölgynél be van kötve a szeme, ő sem látja most ezt a kiutat, viszont érzi, tudja, tervezi, hogy itt lesz egy változás. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei. Itt bal oldalon látunk egy férfit, aki megvilágít valamit. Ez egy kiút. Ezen a kártyán van a hetes szám. A hetes szám az a hold energiájával van összeköttetésben, és a hold szimbolizálja a reményeket, a vágyakat, az ő álmait, és ez az álom számára a kiút, amit nem lát, mert be van kötve a szeme, hogy a háttérben van egy kígyó, és ez a kígyó szimbolizál egy nőt a háttérben, aki figyeli őt. Tudni akarja, hogy milyen irányba fog lépéseket tenni. És ez lenne a harmadik kérdés is. Mit tesz? Milyen lépéseket tesz irányotokba? Itt van egy ilyen lovas hintó, és az azt jelenti, ő most kezébe veszi a dolgokat, irányít valamit. Lehet, hogy itt lesz egy új irány. De itt mozognak az események. Annak ellenére, hogy nyugalomra van szüksége, ezt mutatja a csokis kártya, Ruhe. Az nyugalmat jelent. Kell, hogy türelmesek legyetek, de nem kell sokáig várni, mert hamarosan jelentkezni fog. És lesz egy új irány, egy új lehetőség. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás. Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, álnéven, ez egy videó felvétel, jelenleg, mivel a kamerám elromlott, így képekkel fogok dolgozni, de továbbra is jósolok, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!